Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, Hertlen Károly vagyok. Január végén, hogyha megnézi valaki a naptárt, akkor egészen biztosan az én naptáromban be van írva kísérletek, amelyeket látni kell. Idén is volt, január végén, és hát igazából akkor megígértük, itt ül mellettem Sarkadi Tamás tanár úr, akivel együtt követtük el ezt az előadást, és megígértük azt, hogy visszatérünk a kísérletekre. Itt most nem kísérletezni fogunk, hanem azokat a körülményeket fogjuk megnézni, amelyek a kísérletek számára izgalmasak, ami fizikává teszi a jelenséget. A durranás, a csattanás és a recsenés után azt egy gondolom kis most legyen egy kis... fogunk megvizsgálni. Így van. Melyikkel kezdjük, Tamás? Nekem nagyon tetszett ez a petángolyónak a felrobbantása, úgyhogy szerintem érdemes lenne egy kicsit mögé nézni a dolgoknak. Annyit áruljunk el a nézőknek, hogy amikor készültünk az előadásra, az én javaslatomra azt mondtam, hogy idén beszéljünk az energiáról. Tehát, hogyha megnézi valaki, akkor minden egyes kísérletben az energia főszerepet, központi szerepet játszik. Ez a petángolyóról azt kell tudni, hogy hát a gépész szemmel néz rá valaki, akkor ez egy acél. Hát, hogyha megnézzük, akkor gyönyörűen lehet látni. Acélból készült, ez egy ilyen gömbhéj. A vastagsága 3 mm, és ami még izgalmas, hogy a falvastagság 3 mm, az anyaga, már az előadáson is elmondtam, hogy ez martenzites szövetszerkezet. Most ez általában, aki fizikát tanult, vagy középiskában senkinek nem mond semmit. Martenzről azt lehet tudni, hogy egy angol ember volt, és egy fényfizikus volt, egy gépészmérnök, és azt kutatgatta, hogy a róla elnevezett szövetszerkezet mitől lesz olyan, amilyen. Ugye általában azt lehet mondani, hogy ha vesz az ember egy acélt, és azt, egy lágy acélt, és azt elkezdi eltépni, akkor jellemzően több szakaszra osztik az a folyamat, amikor elkezdi nyújtani. Mondjuk egy ilyen szakítógép, ami elszakítja a próbatestet. Az első lépés az a rugalmas alakváltozás. Ez azt jelenti, hogy itt van egy rugó, ezt a rugót én elkezdem megnyújtani, és utána magára hagyom, akkor visszakerül eredeti állapotába. Magyarul ez a rész, ez a deformáció mentes, a maradó alakváltozás mentes állapot. Ha elkezdjük hosszabban és hosszabban nyújtani, ezt most én nem fogom megtenni, akkor egy idő után, hogyha visszaengedjük, megszüntetjük az erőt, akkor hosszabbnak fogjuk mérni az alkatrészünket, és akkor ezt azt lehet mondani, hogy ez az arányos alakváltozás, tehát ez azt jelenti, hogy az erővel arányos lesz a megnyúlás hossza, és az úgy marad. Ekkor már általában lehet mérni, hogy az átmérője keskenyebb lesz az alkatrésznek, tehát a próbapálcán ezt meg lehet mérni. Utána jön egy nagyon izgalmas alakváltozás, amikor nem növekszik az erő, viszont elkezd nyúlni, folyamatosan nyúlik és nyúlik az anyag. Ezt tudják, hogy képlékeny alakváltozás. Ilyenkor tulajdonképpen folyik az anyag. És aztán egyszer csak valahol egy pontján behúzódik, beszívódik ez az alkatrész. Ez azt jelenti, hogy addig minden egyes pontján ugyanakkor átmérőt tapasztalunk, csak egyre keskenyebb és egyre hosszabb lesz ennek eredményeként. Ez a beszívódás kontrakciónak hívják, kontrahálódásnak, és ilyenkor azon az egy helyen elkezd drasztikusan megnövekedni az alakváltozás, ott lokálisan nagyon keskeny lesz, és aztán egyszer csak elszakad. Ez a normál acélokra, a lágy acélokra igaz, ez nem igaz erre az acélra, ugyanis ez az acél, ez olyan, hogy amikor elkezdjük alakváltoztatni, akkor a rugalmas alakváltozás egyre nagyobb és nagyobb lesz, és egyszer csak rugalmasan elszakad, annélkül, hogy deformációnak bármiféle része lenne. Ezt úgy lehet leginkább megmutatni, hogy az az alkatrész, amit ott eltörtünk az előadáson, hogyha valaki ezt az alkatrészt megnézi, akkor össze lehet úgy illeszteni, ahogy én ezt most megpróbálom összeilleszteni. Én azt mondom, hogy itt van a retedési tökéletes az illeszkedés. Tehát gyakorlatilag én ebből, hogyha leveszem a szemeket, ebből a távolságból nem látom, hogy el van törve. Annyira összepasszol, és ez azt jelenti, hogy amikor elkezdjük az alkatrészt elkezdeni nyújtani és nyújtani, akkor tulajdonképpen úgy fog viselkedni, mint a középiskolában tanított rúgó. Na most a középiskolában tanított rúgó az pedig a rúgóerő törvénynek megfelelően viselkedik, de jó tanítványként
készültél, és rajzoltunk ide föl valamit. Nézzük meg akkor az ide vonatkozó képleteket. Jó, nézzük meg, mert szerintem is, mielőtt rátérnénk arra, hogy mégis mennyi energia szabadul fel akkor, amikor ez felhasad. Érdemes egy picit a rugalmasságról, a rugalmasságban tárolt energiáról beszélni. Amit szerintem mindenki tud, vagy mindenki a középiskolában is jól megtanult, hogyha van egy adott hosszúságú rugónk, és azt elkezdjük nyújtani, akkor a megnyúlással arányos erőt kell kifejtenünk a nyújtáshoz. Ezt ugye ott föl is írtuk, ez az F egyenlő D szer X összefüggéssel. Bocsánat, Tamás, én onnan hiányolok egy apróságot, egy pici előjelet. Jaj, negatív előjelet, ezt talán sokan hiányolhatják még rajtad kívül. Valóban az a negatív előjel hirdeti azt, hogy a megnyúlással ellentétes irányú visszatérítő erőt mérünk. Itt most azért hagytam azt ki, mert úgy gondoltam, hogy itt csak az erő nagyságával foglalkozunk, és hát a következő sorban már négyzetre is emelnénk ezt a kitérést, úgyhogy ott már ennek teljesen nincs jelentősége. Egyébként. Hiszen ugye ott láthatjuk ezt a másik jól ismert középiskolában jól ismert összefüggést, ezt az 1-2 D szer X négyzetet, az X mértékben megnyújtott D rugó állandójú rugóban tárolt energiára vonatkozó összefüggést. Igen. No, tehát akkor tulajdonképpen ez az acélunk, ez olyan, hogy amikor elkezdjük megnyújtani, és nyújtjuk és nyújtjuk, akkor egyre jobban is megfeszül, és amikor eltörik, akkor tulajdonképpen ez az energia, amit itt ki tudunk ezzel a képlettel számolni, ez az energia fog elszabadulni. Így igaz. Ebből mozgási energia lesz. Egyébként, amikor ezt a kísérletet én kitaláltam, hogy bemutatjuk, nekem a legjobban azt tetszett, hogy ez olyan kísérlet, hogy valójában energiát csenünk el a rendszerből, és ilyeténképpen fogunk mozgásenergiához jutni. Ez szerintem egy kicsit olyan tudathasadásos, nem? Igen, egy kicsit furcsának tűnik, ugye, hogyha a videóba visszaemlékeznek a kedves nézők, akkor emlékezhetünk arra, hogy hűtöttük, ugye vízzel volt megtöltve ez az eszköz, hűtöttük, tehát energetikai értelemben energiát vontunk ki belőle, és mint majd látni fogjuk, mégis ugye energiát tudunk fölhalmozni benne. Ugye a hűtéskor ugye a belső energiáját csökkentjük, de mivel a víz egy abnormálisan viselkedő folyadék, hűléskor a térfogata nőni szeretne, ezt akadályozza meg ugye ez a fémhéj, tehát ez a hűléssel gyakorlatilag mechanikai rugalmas energiát adunk neki át. Ez egy elég izgalmas dolog. Érdekes, tehát ugye, szerintem is. Jó, a következő képlet, ugye itt van egy rugalmas hasáb, ugye ez, itt most már elkezdünk számolni. Tehát így ugye, aki úgy gondolja, ez nem tetszik neki, akkor most kapcsoljon el, de én azért senkit nem bíztatok arra. Ugye nézzük meg, hogy pontosan megnéztük, hogy kiveszünk egy hasábot, annak ugye van egy A keresztmetszete, és van egy L hossza. Igen. És akkor mondod? Mondom, nagy örömmel, mert hát hiszen ugye, amikor elkezd nőni a nyomás egy ilyen lezárt gömbhéjban, akkor ugye beszéltünk arról, hogy rugalmas alakváltozások következnek be, és ennek a kis edénynek a falát nehezebb egy ilyen csavarrugónak elképzelni, sokkal inkább képzeljük őt el egy elasztikus, rugalmas közegnek, amely nagyon hasonlóan viselkedik, mint egy rugó, csak hát nincsenek benne ezek a csavar vonalszerű menetek. És hát ennek a rugalmas alakváltozásnak egy ilyen nagyon leegyszerűsített modelljét szerettem volna itt bemutatni. Van egy A keresztmetszetű hasábunk, amely alaphelyzetben L0 hosszúságú, tehát van egy adott nyugalmi hosszúsága, és ezt egy pici mértékben, egy X mértékben megnyújtjuk. Ilyenkor is ugye egy erőt fejtünk ki, és nagyon hasonlóan ugye a rugóhoz, itt is a megnyúlással arányos erőt fejtünk ki, és itt is egy ilyen rugalmas közeg esetén is föl tudjuk ismerni, tudunk definiálni egy rugó állandó jellegű mennyiséget. Hogyha alaposabban rátekintünk erre, akkor biztosak lehetünk benne, hogyha X mértékben megnyújtunk egy ilyen hasábot, vagy egy rugalmas alakváltozásra képes testet, akkor az erő biztos, hogy arányos lesz a megnyúlással. Mindenki érzi, mindenki sejti, hogy minél nagyobb keresztmetszetű az a hasáb, amit megnyújtunk, azzal arányos lesz ez az erő, tehát az A keresztmetszettel ez arányos lesz, és azt is érezzük, hogy egy hosszú hasábot könnyebb megnyújtani ugyanolyan mértékben,
mint ennek egy rövidebb szakaszát, tehát a hosszúsággal pedig fordított arányos lesz. És nyilván az anyagától is függ, nem mindegy, hogy gumiból van vagy acélból, ez az arányossági tényező pedig az adott anyagra jellemző úgynevezett rugalmassági modulusz. Ha megnézzük, itt is felfedezhetjük, hogy az erővel arányos a megnyúlás, az arányossági tényező, csak úgy, mint a megtanult rugó esetében, ez geometriai és anyagi konstansoktól függő rugóállandót ad. Igen. Igen. Itt azért azt kell mondjam, hogy most egy kicsit a gépészet területére elmegyünk, mert hogy egyszerűbben tudjunk számolni, mindent megpróbálunk relativizálni. Ugye uh-huh. itt van ez az E egyenlő, uh-huh. E egyenlő E szer epsilon. Uh-huh. Jól látom? Jól látod. Sigma egyenlő E szer epsilon. Ugye a sigma az nem más, mint a mechanikai feszültség. Uh-huh. Ennek egyébként Pascal a mértékegysége. Az E az a Young modulus, és az epsilon az a relatív megnyúlás, az a, itt is látszik, az az X erre megnyúlás az és az eredeti hossz. Hossz. Tehát ez azt jelenti, hogy az egységnyi hossznak a megnyúlása. Igen. Na most, hogyha ezt megnézzük, akkor gyakorlatilag egy nagyon egyszerű képletet kapunk, ez a szigma egyenlő E szer epsilon. Ez a szigma egyenlő E szer epsilon, ez tulajdonképpen a Hooke törvény. Így igaz. És akkor, hát akkor innentől fogva, uh-huh. akkor már csak annyit kell tenni, hogy ezt a két oldalon levő képleteket kicsit összegyúrjuk. Igen, hát ugye minket az érdekel leginkább, hogy ezekben a rugalmas közegekben mennyi energia tárolódik. Úgyhogy a jól ismert 1-2 D-szer X nézetes összefüggést egy kicsit átdolgozzuk, átgyúrjuk. Kibővítjük először T-vel, fölismerjük, hogy az erő négyzetével arányos lesz a tárolt energia, valamint a rugó állandó helyére behelyettesítjük az itt definiált mennyiséget, és némi átrendezés után ezt fedezzük föl, hogy egy adott mértékben megnyúlt rugalmas közegben tárolódó energia, az arányos a közeg térfogatával, hát nyilván minél nagyobb volumenű tárgyat nyújtunk meg, annál több energia rejtőzik benne, arányos a benne lévő mechanikai feszültség négyzetével, és hát nyilván az anyagi állandótól is fog függeni. Ezt a kis energia összefüggésünket, ezt a későbbiekben használni fogjuk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyi energia rejtőzik egy ilyen felrobbanni készülő petángolyóban. Én azt kell mondjam, hogy aki nem szereti a képletgyúrást, az valószínűleg egy kicsit elkeskenyedett. Talán. Nézzük meg, hogy a kísérletnek mi lett a végeredménye, most egy kis lazítás. Én is azt gondolom, hogy szerintem beszéljen egy kicsit a kísérlet. Beszéljen a képlet. Ugye itt már előre haladott állapotban látjuk a kísérletet, és tulajdonképpen az történik, hogy a megfelelő védőeszközök mögött, abban az edényben a cseppfolyós nitrogénnel hűtjük azt a petángolyót, aminek a belsejében víz van, uh-huh. és gyakorlatilag teljesen le van zárva. A belsejében úgy van víz, hogy buborékmentesen töltöttem meg, ami azt jelenti, hogy amikor lehűtjük, akkor ez a gömbhéj húzódik össze, egyre kisebb uh-huh. és kisebb lesz a térfogata, és a víz meg elkezd kitágulni, tehát elkezdődik egy irgalmatlan egymásnak feszülés, és ennek a végeredményét, hát látjuk, hogy ez pontosan micsoda. Uh-huh. A helyzet az, hát sok mindent nem láttunk egy darabig, de hogyha elkezdjük lebontani ezeket a dolgokat, és évetesszük, akkor az egyik dolog, ami szerintem izgalmas, eddig én nekem bevallom férfiasan, ennyire nem tűnt föl, mint ezen az előadáson, hiszen az előadásaim végére szoktam tenni ezt a kísérletet. Szoktam tenni azért, mert a rombolás után a takarítást meg akartam úszni, hogy ezt ne előadás közben kelljen csinálni. Itt egy pillanatra megállítjuk a képet, akkor azt fogjuk látni, hogy ott van a két félgömb, uh-huh. vagy egyikben benne a csavar, és ott körülötte egy csomó jég. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas történet, erről azt hiszem érdemes egy picit beszélni. Uh-huh. Ahhoz, hogy ez a petángolyó fölrobbanjon, hogy az kell, hogy bent nagy nyomásnak uh-huh. kell lenni. Az igen nagy nyomás, erről majd fogunk beszélni, így ki is fogjuk számolni, az igen nagy nyomásnak a következtében megváltozik a jégnek a fagyáspontja. Uh-huh. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy túlhűtött lesz a vízünk.
Tehát, ez, tehát mínusz 10 fokon volt körülbelül a nyomás, amit számolgattunk, és a mínusz 10 fokon nem teljes egészében fagyott meg, hanem csak egy ilyen hényszerűen, és gyakorlatilag akkor robbant el. Ami megmaradt víz, tehát mínusz 10 fokos víz van, ami szokatlan így még téli időben is. Igen, és akkor egész egyszerűen az úgy odafagyott az asztalra, ahogyan egy ónos eső ráfagy a virágokra, a növényekre, mindenre, amire rápotyog, az útra, amit a legkevésbé szeretünk. És tulajdonképpen, amikor ugye te egy következő kísérlettel jöttél, én meg ezt megpróbáltam letakarítani, nem volt egyszerű dolgom. Igen, igen. Tehát tényleg olyan, mint az ónos eső, mert én is próbáltam ott egy kicsit vakargatni. De... sok eredménye nem tehát volt. Ugye arról van szó, ha jól gondolom, hogy ugye ott van irgalmatlan nagy nyomáson a víz, mínusz 10 fokos, de mégsem fagyott meg. Abban a pillanatban, hogy ez szétrobban, a nyomás felszabadul és újra légköri nyomáson lesz. A víz mínusz 10 fokos vízállapotban van, de az olvadáspontja újra 0 Celsius fokra tolódik el, és abban a pillanatban egész meg is a fagyás pont, vagy fagyás ez pontosan pont lényegtelen. Tudod mit? Lapozzunk. Lapozzunk, ez a beszéd. Jön a következő oldal. Ahol már konkrétabban foglalkozunk ennek a golyónak a fizikájával. Itt próbáltam ezt a két félteket lerajzolni, és megérteni azt, hogy a benne feszülő víznyomás mekkora mechanikai feszültséget kelt az edény falában. Ha jól látom, ugye itt ez a zöld rész, ez tulajdonképpen nem más, mint ennek a félbetört golyónak ez a felület, amit így az ujjammal végveszek, ez tulajdonképpen egy 3 mm széles, és a kerületét ott ki is számoltuk, ugye 70 mm-es a petangolyom, és hát egy 70 mm-es átmérőjű körnek a hosszúsága. Ez azt jelenti, hogy ezzel a felülettel kell számolnunk ahhoz, hogy ezt a felületet kell eltépni. Így igaz. Tulajdonképpen el kell tépni. És akkor van még egy felület, amivel foglalkozni kell, azt, hogyha esetleg rámutatnál. Szerintem itt jól látszik talán, hogy a benne lévő víz nyomása, az ugye a golyó teljes keresztmetszeti felületén fejti ki ezt az erőt, amely ugye ezt a két fél golyót szét akarja tépni. Tehát ez az erő a víznyomásszor a teljes keresztmetszet. Miközben ugye ezzel ellentart ugye a kerületen az acél keresztmetszete, az csak egy gyűrű alakú keresztmetszet, ez itt szépen kiszámolható, és itt pedig a mechanikai feszültség az acélban írandó ide föl. Ez a kettő egyenlővé tehető, mert az utolsó pillanatig, a robbanás pillanatáig ez a kettő erő, ez egy és ugyanaz. Hát amíg el nem kezd mozogni. Erő, pontosan, amíg el nem kezd mozogni. Ez egy szép egyenletet alkot. Amelyből következtetni tudunk arról, hogy milyen a viszonya a benne lévő víznek, víznyomásának és az acélban keletkező mechanikai feszültségnek. Tudjuk jól táblázatokból, meg a anyagismeretből, hogy egy adott anyagnak, mondjuk ennek az acélnak mennyi a szakító szilárdsága, vagyis hogy mekkora maximális mechanikai feszültség az, amely ebben felléphet, ezt szépen az ember megnézi, és hogyha ezt a maximális mechanikai feszültséget, szakító szilárdságot helyettesítjük ebbe az egyenletbe, szépen ki tudjuk számolni, hogy a szakítás pillanatában mekkora a víz nyomása. Erre egy tekintélyes nyomás, 700 bár nyomás jön ki. Tehát a légköri nyomásnak a 700-szorosa azért azért a biciklikerekünket... Ez hány méter vízoszlopnak felel? Hány méter víz? Hát ez 7000 méter vízoszlopnak felel. Tehát ez nem egy egyszerű történet. Egy igen mély tengeri nyomásnak tekinthető ez. Körülbelül az 1/7, 70%-a lemegyünk a Marianárukba. Igen, tehát azért... És igen, ezt így csináltuk, nem? Tehát fizika tudással, nem? Így tehát ez akár tetszik, akár igen. Nem tetszik, legyünk magunkra büszkék. Igen, mondjuk ugye az egy más, hogyha mondjuk ezt a golyót dobnánk be oda abba a mély tengerbe, akkor talán jobban viselné, hiszen akkor ugye ez a nagy nyomás, ez kívülről hatna rá, és akkor egy összenyomó erő ébredne, amit talán jobban elviselne, mint egy ilyen szétfeszítő erőt, de hát most mi belülről hoztuk. Azért azt elmondhatjuk, hogy általában a
tapasztalat. Nem az első golyót robbantottam én föl. Hogyha valaki ezt közelről megnézni, akkor láthatná, hogy itt ez a széle nem olyan szép egyenletes, és ez azért van, mert itt hegesztették össze. Tehát kettő darab félhengerből vagy félgömbből szokás ezt összehegeszteni, és gyakorlatilag mindig a hegesztésnél tűnik el. Ott egyébként a legjobban megnézem a másik golyót, és az is, mintha a hegesztésnél lenne eredetve. Tehát ez egy picit, hát nem tudom, hogy optimista vagy pessimista becslés. Való igaz, hogy az a hegesztés ezeket a paramétereket egy picit elhangolja. Igen. De egy dolgot azért most érdemes megmutatni, ugye elhoztam ezt a tartót, és hogyha ezt a félgömböt ide szépen ráhelyezem, akkor meg tudjuk mutatni azt, hogy a martenzites szövetszerkezet igen egyszerűen úgy mutatható be legjobban, hogyha én ezt így megpengetem. Egy elképesztően hosszantartó csengést hallunk, igen. És ez azt jelenti, hogy a hullám, ami terjed ebbe az anyagba, ez gyakorlatilag alig-alig van vesztesége. Abban az esetben, hogyha mondjuk egy ólomból próbálnánk megcsinálni, akkor gyakorlatilag nem lenne ilyen hosszancsengő hangja. Tehát ez a hosszancsengő hang, ez azt mutatja, hogy a mechanikai szilárdsága az egy komoly, nagy szilárdságú, és hát gyakorlatilag alakváltozást nem nagyon fogja ez eltűrni. Így igaz. Én még azt is kiszámoltam, azon túl, hogy mekkora nyomás uralkodik benne, hogy mekkora erő próbálja ezt széttépni, és hát az is tekintélyes, tehát egy 25 tonnának megfelelő erő, súlynak megfelelő erő tépi szét, ami soknak tűnhet, de hogyha ezt a keresztmetszetet megvizsgáljuk, és mondjuk egy drótkötelet képzelünk el, amelynek a keresztmetszete pont annyi, mint ez a keresztmetszet, akkor nagyjából hasonló nagyságrendű erőket lehet elhúzni egy ilyen jellegű keresztmetszetű drótkötéllel. Tulajdonképpen a vízben is, a vizet is, víz is összenyomódik valamennyire. Víz is összenyomva rendesen. És hát ugye akkor annak is van energiája. Így igaz. Arról mit tudunk mondani? Pontosan? Ugye az előző diánkon, vagy az előző papíron, slide-on mutattuk be azt, hogy egy adott térfogatú, adott mértékben megfeszített rugalmas közeg mennyi energiát tárol. Hát bocsánat, hadd állítsak meg, itt tök mindegy, hogy összenyomjuk, vagy meghúzzuk. Ha összenyomjuk, akkor az erőnek az iránya pont ellenkező, mint amikor megnyújtjuk. Mindegy, hogy összenyomjuk, vagy megnyújtjuk, energiát teszünk bele. Ez így igaz. És ugye amikor az elébb hiányoltam a mínuszjelet, akkor itt megint csak arról van szó, hogy akár mínuszt emelünk négyzetre, akár plusz, az mindig plusz lesz. Igen, tehát az iránya mindegy. Ami viszont nem mindegy, és amit azért itt egy kicsit elhanyagolunk, az, hogy ugye mi abból indultunk ki, hogy egy lineáris megnyúlást alkalmazunk, tehát csak egy dimenzió mentén nyújtjuk meg. Ha valaki elképzeli azt, úgy képzeli el ezt a gömböt, mint hogyha ez egy felfújt léggömb lenne, akkor ugye mindenki el tudja képzelni, ez nem lineáris megnyúlás van ebben, hanem a térnek legalább két dimenziója mentén van egy megnyújtás. A benne összenyomott víz meg a tér három dimenziója mentén van összenyomva, tehát ilyen értelemben egy pici kis egyszerűsítéssel, egy pici csalással élünk, de talán ezzel az egyszerűség kedvéért meg tudunk barátkozni. Igen. No, az előző diánkon ugye ezt az összefüggést vezettük be, és ezt fogjuk most arra használni, hogy kiszámítsuk először a vízben tárolt energiát, majd pedig a megfeszült acélban tárolt energiát. Igen. Nézzük a vizet. Ugye szükségünk van a közeg térfogatára, ez itt most egy R-sugarú gömbnek a térfogata lesz, ez körülbelül másfél decinyi víz fér ebbe bele. Kinéztük a szakkönyvekből a víz rugalmassági moduluszát, az ennyi. Ha összehasonlítjuk az acéllal, akkor látjuk, hogy körülbelül egy százas faktor van köztük, tehát a víz százszor könnyebben összenyomható, mint az acél. Behelyettesítjük az összefüggéseket, akkor kihozzuk azt, hogy körülbelül 178 zsulnyi energia feszül ebben, vagy rejtőzik ebben az összenyomott vízben. Ami nem kevés, hogyha utalunk a videónkra, vagy a közös kísérleteinkre, ott ugye a legeslegelső kísérlet az volt, hogy diót törtünk. Egy zsúl energia kell egy dió megtöréséhez, hát ez egy kicsit keményebb dió, úgyhogy ehhez 178 zsúl energia kell. És ez még nem az összes energia. És ez még nem az összes energia, mert hiszen nem csak a víz, hanem ugye az acélfal is tárol némi energiát, hát ezt is kiszámoljuk hasonlóan ezzel az összefüggéssel, kiszámoljuk a térfogatát ennek a héjnak, használjuk ugye az anyagi jellemzőket,
És itt kijön az, hogy itt ebben azért kevesebb, kb. 17 zsúlnyi energia rejtőzik. Tehát amikor ez összefeszül a víz, nagy nyomású víz és ez a gömbhéj, akkor meglepő módon, de a vízben tárolódik a több energia. Talán azért, mert a térfogata is nagyobb, meg talán azért is, mert könnyebben összenyomható a víz, és ugye ugyanaz az erő nyomja össze a vizet, mint ami az acélt feszíti, és a víz, mivel puhábbnak számító rugó, nagyobb alakváltozás következik, mert több energiát tud ezáltal tárolni. A helyzet az, hogy azért azt említsük meg, hogy ezek a számok, mert nem mindenkinek mondanak ezek a számok dolgokat. Hát azt kell mondjam neked, hogy egyik alkalommal egy előadáson kijött egy adott mennyiségű energiával mit lehet csinálni. Ez egy kondenzátorban tárolt energia volt, és hát igazából olyan közönség volt, ahol voltak emberek, akik a fizikából nagyon nem voltak beoltva, és akkor gondoltam, hogy hogy kéne megmagyarázni ezt. És akkor ahhoz letemettem, hogy azt mondtam, hogy mindenkinek állampolgári joga, kötelesség, hogy tudja a törvényeket, hiszen a törvények elmondják, hogy ha nem ismeri valaki a törvényt, az nem mentesít a hatája alól. Akkor ez azt jelenti, hogy az ember leveszi a polgári törvénykönyvet, leteszi az asztalra, és kikeresi azt a kötetet, ami a lőfegyverekkel kapcsolatos, és a lőfegyvereknél az van megmondva, hogy ha célzó berendezése van, van egy elsütő billentyűje, akkor 7,2 zsúl fölött fegyverviselési engedély kell rá. Na most akkor azért ez mindenki elgondolkodja, hogy ez a kettő együtt, ez közel 200 zsúl, és ez a 200 zsúl, ez szabadult el. Hát igen. Ugye egyébként, amikor ezt az egészet, ugye mindenki látható, hogy a kezemet rátettem a tetejére. Ugye az két csempét összetörte, az biztos? A két csempét összetörte, nem azt mondom, hogy fáj, de egy komoly nagy lökést adott a kezemnek, és azért az asztalon is maradt egy szép kis nyom. Tehát amikor elindult lefelé, az egyik fele az elindult fölfelé, a másik fele elindult lefelé, tehát ez körülbelül így kell elképzelni, hogy ez így állt. Így körülbelül. És akkor ez a része elindult fölfelé, az a része pedig megnyomta az asztalt. Az a része kb. 3 mm még kráter maradt, ez pedig hát lezúszta azt a amit beszéltünk, és hát igazából azt kell mondjam, hogy azért ez elgondolkodtató, hogy ilyen kicsi, hogy is mondjam, helyen ekkora energiát tudunk fölhalmozni. Hát igen. Tehát ez igen. Azért és nem tudom, hallottál-e róla, hogy ilyen petángolyók csak úgy spontán is föl tudtak robbanni, amely aztán komoly tudományos vizsgálatok alapját képezte. Ugye a történetet együtt találtuk meg, nem árunk el nagy titkot. Ugye van egy olyan, hogy a petángolyókat egyik alkalommal, amikor homokkal megtöltötték, valami érdekes kémiai reakció révén egy gáz fejlődött benne, ez a gáz, megállapították, hogy ez hidrogéngáz volt, és ez a hidrogéngáz ugyanekkora nyomást hozott létre, és utána ott, ahol a petángolyókat tárolták, annak a pincének a falát igen rendesen lebontotta. Szerintem lapozzunk. Lapozzunk, na ezt akartam mondani. Egyet gondoltunk, és akkor nézzük a következő kísérletet. Ez pedig a pingponglabda kilövése vákumágyúval. Emlékezzünk meg Otto von Guericke-re, mert ő volt, aki ezt kitalálta először. Ugye Guericke-ről mindenkinek az jut eszébe, Magdeburgi féltekék, Magdeburgi azok biztosan féltekék. Eszembe jutnak. Ugye ez a kettő, meg a Lefusson-Kelenzbeli féltekék. Nevezhetjük így is. Na, tehát ugye Otto von Guericke azt találta ki, hogy egy két fél közül kiszivattyúzta a levegőt, és az összeszorító erő, hogy az mekkora volt, ugye nem tudta 12 ló széthúzni. Sokan mondják azt, hogy elég lett volna a várfalhoz hozzákötni, és csak 6 ló. De nem jó. Mutatott volna olyan jól. Ennek van PR jellege is. Na, tehát akkor odáig jutottunk el, hogy Guericke azt kitalálta, hogy lehetne úgy is ágyút csinálni, ahogyan mi csináltuk ezt a pingponglabda lövést. Ők azt csinálták, hogy vettek egy hosszú csövet, beletettek egy emberfej, közel emberfej nagyságú kőtömböt, és a két végét marha bőrrel lezárták, és elkezdték ilyen pumpákkal, ilyen emberhajtotta szivattyúkkal kiszúrni. Amikor kellően kiszivattyúzták a levegőt, akkor a következő lépés az volt, hogy beszakították a
Az egyik oldalt. Egyébként azon az oldalon volt a golyó is, és hát gyakorlatilag a golyó akkor elkezdett gyorsulni, és gyakorlatilag a másik oldal leszakította a marhabőrt, és akkor az tudott roppanni. Ami izgalmas ezekkel az ágyukkal, hogy ezek úgynevezett HSN ágyuk. Ezt a kifejezést Öveges Józseftől tanultam, ezek a hátrasiklás nélküli ágyuk. Akkor te olvasd a Fegyverek fizikája című könyve, mert meglepett, hogy az Övegesnek van egy ilyen Fegyverek fizikája című könyve. Igen, érdekes. Tehát ez alapmű, én azt gondolom, legalábbis nekem az az alapmű, és hát gyakorlatilag azt is megnézhetjük majd a kísérletben, hogy amikor elsütjük, akkor érdemes megnézni, nem az, hogy mit rombol a labda, mert azt már láttuk, hanem hogy mennyire nem mozdul meg a cső hátra felé. Ez is tanulságos. Szerintem is nagyon. Úgyhogy hát ugye már a felfogatása is régen rossz lenne, ha így néznek ki, ha hátra siklásos lenne. Igen, hát ugye sajnos van háború, és elég sok ilyen löveget látunk megmozdulni, mikor kilövik, hát igazából, ha megnézi valaki, akkor azokat a vetőcsővel ellátott ágyukat, ugye ott azok egyáltalán nem mozdulnak meg, ott hátrafele kijön a lángcsóva, és akkor gyakorlatilag az mozdulatlanul el tud indulni. No, tehát igazából, hogy egyik szavunkat a másikban elöltsük, tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy van egy 2 méter hosszú cső. Ennek a csőnek a belső átmérője, az nagyon egyszerű, meg lehet mondani, 40 mm, tehát a pingpong labdának egy szabványos mérete van. Ám bár, ugye régen 38 mm-es volt, és hogy ne legyen olyan gyors a sport, azért 2 mm-re nagyobbra tették. Na mindegy, szóval az a lényege, hogy a két végét lekötöttük, az egyik végénél volt a pingpong labda, és egy vákum szivattyúval kiszivattyúztuk. A vákum szivattyú az ugye akár tetszik, akár nem, a vákum szivattyú az egy úgynevezett elővákum szivattyú, ami a 780 torból, vagy 760 torból mondjuk 10-et meghagy. Ez azt jelenti, hogy tehát hogyha most elkezdjük ezt az egészet, megpróbálja az ember megnézni, akkor azt lehet mondani, hogy itt indul el a pingponglabda, itt a P0, ez az a nyomás, ami kívül van. Tehát ez a légköri nyomás. Amit itt létrehozunk nyomást, az tulajdonképpen nem más, amit hol is írtuk föl? Itt még azt mondtuk, itt hogy... Itt egy nagyon egyszerű számolással értünk, itt még feltételezzük, hogy akkor tökéletes vákumszivattyunk van, és itt még vákum van. Akkor ilyen esetben... Hát akkor az van, hogy egyenlő nagyságú erő lesz, ami folyamatosan gyorsítja a pingponglabdát, és akkor a pingponglabdánk innen nyugalmi helyzetéből elindulva egy végsebességre megy. Ez a végsebesség, ha kiszámoljuk, az 447 méter per szekundum, ez illúzió. Hangsebességnél ez annál nagyobb, ugye az 330 méter per szekundum nagyobb, és hát tulajdonképpen ezért aztán nézzük meg, hogy mi lehet az a magyarázat, ami mutatja, hogy ennyi biztosan nem jön létre. Igen, tehát ez egy nagyon naív megközelítés, igazából az lenne igazán szép, hogyha valami ügyes módszerrel meg tudnánk mérni a labda sebességét, most csak nem kis feladat lenne, úgyhogy első körben csak számolgattunk. Mi az, ami egy komoly sebességcsökkentő tényező lehet ebben a kísérletben? Hát ugye említettük, hogy ez a szivattyú nem tökéletes, tehát nem fog tökéletes vákumot létrehozni, hanem egy kis nyomás maradott, hát mondjuk 10 tor, hogyha higany milliméterben nézzük, és hát 1300 paszkál, hogyha... A 100 000-ből. Így igaz. Hát azért ez már egy porszívó ügynök vákumnak hívja. nem biztos. És akkor ezt a labdát vehetjük egy dugattyúnak. Igen. És akkor ez a labda elindul ebbe az irányba, és ami itt van gáz, az kezdi összenyomni. Igen. És akkor ebből az fog kiderülni, hogy az itt elinduló labdára nem állandó nagyságú, hanem egy egyre kisebb értékű erő fog hatni. Igen, tehát nem állandó lesz a gyorsulás, hanem változó, amit egy kicsit nehéz kezelni. Hát még azért nem menjünk, még egy kicsit húzzuk a madzagot. Tehát tulajdonképpen a legvégén, az utolsó pillanatban látjuk, hogy ide záródik be az a levegő mennyiség, ami itt volt, és akkor tulajdonképpen ezt a problémát kéne nekünk úgy megoldani, hogy hát valami módszert kezdjünk, és akkor a leghatékonyabb módszer. A munkatétel az biztos jól jönne. Tehát a leghatékonyabb. Ugye ezt, hogyha dugattyúnak képzeljük ezt a labdát, amely itt ezt a kezdetben alacsony nyomású gázt kezdi összenyomni,
akkor hát ez elég gyorsan történik, nem hiszem, hogy hőcsere szó van. Tehát itt az adévaktikus összenyomás az egy jó modell, hogyha most a középiskolákban rettegett diagramunkat, a PV diagramot felrajzoljuk, akkor azon egy ilyen görbét kellene elképzelnünk, tehát egy kezdetben alacsony nyomás, de nagy térfogatunk van, és akkor összeszűkült a gáz ebbe a kicsiny térfogatba, akkor a térfogat ugye lecsökken, cserébe a nyomás megnő, és hát az összetömörítéshez szükséges munka, ez a görbe alatti területtel számolható ki. Én ezt igyekeztem alaposan kiszámítani, hát ez itt 72 zsúl volt. Amit ha összevetünk azzal, mint amit a külső légnyomás végez, midőn ugye ezt a labdát a cső egyik végétől a másikig mozgatta, az ugye 250 zsúl volt, ennek egy része az nem a pingponglabda gyorsítására, hanem a levegő összetömörítésére fordítódott. Úgyhogy ha ki akarnánk számolni, ugye a munkatétel értelmében a mozgási energia megváltozását, akkor itt ugye ennek a két energiának már a különbségét kell vennünk. Hát ebből is egy hangsebesség közeli hangsebesség. Ez már fölötte van. Ez is fölötte van, igen. Tehát mindenképpen. És hát ugye akkor azért itt még lehetséges, hogy nem tisztor volt, mert nem vártuk ki. Uh-huh. Ez elég hosszú cső volt. A másik, ami még lehetett, az, hogy azért a pingponglabda csak surlódik. Igen. És másrészt hát ugye a levegő, ha nem tökéletesen zár, akkor ez a külső légnyomás talán elé áramlik. Tehát sok egyéb tényező lehet, amely a labda sebességét. Erre mondjuk, hogy a fizika tanítása az elhallgatás. Elhallgatás művészet. Elhallgatjuk, hogy mit kell még számításba venni. Uh-huh. És akkor a legvégén ugye megérkezik a labda, és hát ugye eltört a... Talán most nézzük meg a... Szerintem is nézzük meg, mert megmondom őszintén, hogy amikor itt a Gericke-féle kísérletről beszéltél, a marhabőrről, meg az emberfej méretű kőgolyóról, hát mi csak pingponglabdát és cellofánt használtunk, mégis igen, mekkora a pusztítás sikerült előidéznünk. Hát nézzük meg akkor ezt a videót. És hát amit érdemes nézni, hogy mennyire nem mozdul meg a cső hátrafelé. Uh-huh. Igen, ott már veszem a kezembe az ollót. Így. Hát igen, látom, hogy csekély önbizalommal állok a szétrepülő szilánkok felé. Az az igazság, hogy ezeknek a kísérleteknek megvan az a diszkrét bája, hogy az ember azért akármennyit gyakorol, azért nem mindegy, hogy gyakorolta, vagy nem gyakorolta. Na. Igen, itt azért vártunk arra, hogy amennyire lehet azért szivattyúzzuk ki a levegőt, mert annak komoly hatása van. Igen, hát horpadt is az a kis cellofán burkolat. Azt akarom mondani, hogy volt egy film, ez a két jó madár, aki az Amerikai Egyesült Államokban minden apróságnak utána jár. Uh-huh. Őnáluk a filmünkben meg lehet nézni, hogy amikor kilép ez a pingponglabda, a lassított képben látszik, hogy ilyen domború alakú a cellofán. Most itt a romok közül azért megmentettünk néhány pingponglabdát, és hát nem de csak nem, az... Nem, egy kis, nem, a, de nem az az egyetlen labda volt, hanem ez több kísérletből jöttek elő. Hát ez nyilván a kísérletek megismételhetőek, és hát minden alkalommal az az eredménye, hogy a pingponglabda is igen destruktívan elpusztul. De azért azt mégse hiszem, hogy hangsebességet átlépni ez a labda. Úgyhogy egy picit gondoljuk át, hogy milyen olyan tényezők lehetnek még, amelyek a labda sebességét csökkentik, és amelyeket eddig nem vettünk figyelembe akkor, amikor a hangsebességnél nagyobb eredmények jöttek ki. És talán sokszor azt feledjük el mindennapjainkban is, hogy a levegőnek is van tömege, olyan könnyűnek érezzük ezt a gázt, amit körülvesz minket, márpedig tekintélyes tömege, meg hát súlya is van, és hogyha... Akkor arra gondolsz, hogy ami itt van levegő, ez a kiszúrás pillanatában nyugalomban van, és amikor ott kilép, akkor mozgási energiája van. Hát abszolút, hát gondoljunk el, amikor a labda már itt van, éppen kiszakítani készül azt a cellofán réteget, akkor itt egy a cső térfogatával megegyező térfogatú, P0 nyomású levegő tömeg
ugyanakkor a sebességgel áramlik, mint a labda. Igen. És hogyha azt mondjuk, hogy hát tehát a levegő az csak levegő, akkor érdemes kiszámolni, hogy a csőben körülbelül mennyi levegő van, és én ezt kiszámoltam, ez 3,2 gram környéki. Ez összemérhető a pingpong labda súlyával. Sőt, hát ugye a pingpong labdát is lemázsáltuk előtte, 2,5 gram volt, tehát a csőben lévő levegő tömege nagyobb, mint magája a pingpong labdái. És annak ellenére, hogy vákumban. Annak ellenére, hogy vákumban, tehát mi ugye a kísérlet végén már ugye levegővel van telve a cső. És hogyha azt is belevesszük a számításainkba, hogy ez a munkavégzés, amit a táguló gáz végez, az nem csak a labdát gyorsítja, hanem egy nagyjából hasonló tömegű levegőtömeget is gyorsít, akkor ugye itt a mozgási energia kiszámítás, akkor nem csak a pingpong labda tömegét kell figyelembe venni, ahogyan azt korábban tettük, hanem a levegő tömegét is hozzáadjuk, és akkor így már egy kisebb, de még így is tekintélyes sebesség jön ki, immár a hangsebesség alatti. Ezt én már elfogadom. Elhiszem? Én is nagyságrendileg helyesnek érzem. Elgondolkodtató az, hogy a levegő pusztán levegővel, légnyomással, hangsebesség fölé nehéz gyorsítani testeket, legalábbis ilyen egyszerű módszerekkel. Mindenesetre azt akarom mondani, hogy ha valaki pingpongozott, és tud ekkora rombolást csinálni a pingponglabdán, arra kíváncsiak lennénk, nem? Igen, én néha rálétek a pingponglabdára, amikor leesik, és akkor az majdnem így néz ki, de az nem szabályszerű. Tudod mit? Lapozzunk. Lapozzunk, ez a beszéd. És akkor elértünk ahhoz a kísérlethez, amit még szeretnénk megnézni, és azt hiszem, egy dolgot azért mondjunk el, a mai világ az nem arról szól, hogy emberek nagyon szeretnek elmélyedni dolgokba. Nem tudom, hogy ezzel ellen mit lehet tenni, de azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyet végig gondol, ha nem is végig számol, de legalább végig gondol, akkor az szerintem a szemléletét ez úgy változtatja, hogy az élethez sokkal közelebbi lesz. Mondjuk gondolsz arra, amikor az ember unottan pumpálja föl egy vasárnap reggeli kirándulás előtt a bicikliét, akkor az mégis hogy működik? Vagy? Én inkább arra gondolok, hogy amikor fölpumpálod, nem a biciklit pumpáljuk föl a kocsinak a kerekét. Igen, akkor az ember azt gondolja, hogy ó, hát marha nehéz volt belepréselni ezt a sok levegőt, de elfelejti az ember azt, hogy ebben fölemeli az autónak egy részét is. Ez így igaz. Tehát azt mondom, hogy ha az ember ezeket végig gondolja, akkor egyszerűen sokkal komplexebben fogja látni a világot. Amit én mindenkit bíztatok arra, hogy ne elégedjünk meg abba, hogy látunk egy recsenést és tovább szaladunk. Szóval... Mert hogy ugye azt még talán nem részleteztük eléggé ki, hogy most ugye arról a kísérletről szeretnénk beszélni, ami szintén ugye a január végi kísérleteinkben ott volt, amikor egy deszkát repesztettünk szét úgy, hogy két deszka közébe szorítottunk egy szabványos PET palackot, és egy bicikli pumpával pedig elkezdtük növelni a nyomást a palackban, és a palackban feszülő légnyomás egy idő után szétrepesztette még a deszkát is. Munkát végeztünk. Ott az erőről már akkor elmesélhettük azt, hogy 90 mm széles volt a deszka, és a pillepalackunknak az átmérője az 11 cm, és akkor ebből, hogyha ezt kiterítjük, akkor meg tudjuk mondani, mekkora az a felület, ahol a deszkát, a két deszkát ez a pillepalack elkezdi szétfeszíteni. Ugye a pillepalackunk az ugye úgy volt megcsinálva, hogy a kupakjába be volt téve egy traktorszelep, és a traktorszelepen keresztül egy bicikli pumpával pumpáltuk föl. És én azt mondtam, hogy ez a bicikli pumpával való pumpálás, ez egy igazán, hogy mondjam, igazi matematikai problémához vezet, egy sorozathoz, és így akkor ezt egy picit nézzük meg. Nézzünk meg először egy bicikli pumpát is, mert szerintem ugye ez konkrétan ezzel a darabban végeztük el a kísérletet. Ugye ez egy henger, amelyben ugye egy dugattyú mozog, és akkor itt ugye két térfogatról beszélünk, van egyszer, amikor a dugattyú nagyjából itt van, akkor ugye ez a teljes hengerben lévő gáz, hát külső légnyomáson van, akkor összenyomjuk, akkor persze némi szelepek, amelyekről mindjárt beszélünk is, szelepek gondoskodnak arról, hogy ez pont ezen a csövön keresztül jöjjön ki, és ezt összenyomtuk, akkor ha itt erre nem csatlakozik semmilyen más tartály, akkor persze most is külső légnyomásnak megfelelő légnyomás van itt,
De azért itt egy kis gáztérfogat maradt, ha máshol nem, ebben a csőben. És ezt járjuk most egy picit körül, matematikailag is. És előtte egy picit nézzük meg, hogy vajon mi rejtőzhet a bicikli pumpa belsejében. Kezdetben, akkor ugye a pumpa teljesen ki van húzva, és a teljes dugattyú térfogat légköri nyomással rendelkező gázzal van töltve. Akkor ugye a dugattyú teljesen fönt van, amikor ezt húzom föl, ott van egy ilyen kis szelep, amelyik úgy működik, hogy amikor ezt húzom föl, akkor ez befelé ki tud nyílni, és külső légtérből ugye levegőt tud felszívni. Úgy mondják, hogy a nyomás különbség nyomás nyitja különbség ki, nyitja. És a nyomás különbség fogja bezárni. Így igaz, mert hogyha akár autókerék, akár a mi palackunk van a másik oldalra ide téve, ahol már feltételezzük, hogy valami nagyobb nyomás uralkodik, itt is van egy szelep, amely viszont zárva van, hiszen ezt pedig az ebben a tartályban, a felpumpálni kívánt tartályban uralkodó nagyobb nyomás ezt a szelepet oda visszatapasztja. Ennek köszönhető, hogy ezt itt most ugye szabadon föl tudtuk húzni. Bocsánat, annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ez a szelep ez úgy működik, hogy egy pici rugó azért kell hozzá. Hát amikor az ember elindítja fölfelé, tehát ez alaphelyzetben, hogyha magára hagyjuk, akkor ez bezár. Ha elkezdi az ember a pumpát fölfele húzni, akkor ott lecsökken a nyomás, és a nyomás különbség nyitja ki. Amikor megállunk a felső tetején, akkor ez bezárul, és amikor elkezdjük összenyomni, akkor már a zárt, tehát ez a két rész, ugye ez is, meg ez is, mind olyan, hogyha a két nyomás megegyezik, akkor ez bezár. Így. A nyomás különbség nyitja ki, és a nyomás különbség tartja becsukva. Így igaz. Tehát ugye ez fontos, mert nem biztos, hogy mindenki szedett szét pumpát. Én meg kell mondjam, tehát mikor szedtél szét utoljára pumpát? Nem tudom, talán a nyáron. Én meg kell mondjam neked, hogy én még, de láttam még ilyen szelepet, de összességében azt kell mondjam, hogy már lassan nyugdíjban még, de még egyet láttam igazából. De az bőven elég volt, hogy megértsem, hogy hogy működik. Jó, tehát az a lényeg a dolgoknak, amit még érdemes elmondani, hogyha megnézzük, hogy a fönti állapothoz képest mekkora ez a térfogat, utána betoljuk, ugye te mondtad, hogy ott maradott egy kis térfogatot alul, illetve marad ebben a csőben, akkor tulajdonképpen ezt a kettő térfogat arányt, ezt nevezhetjük kompresszió viszonynak. Mert tulajdonképpen, amikor az ember fogja magát, lezárja ezt a részt teljesen, és ezt elkezdi összenyomni, akkor meg tudjuk mondani, mekkora nyomásból mekkora nyomás lett, és ez a térfogatokkal is arányos. Így igaz. Valószínűleg ennek elég nagy a kompresszió viszonya, és ugye ez a szelep itt előbb kinyit, mint hogy teljesen lecsúszna a dugattyú. Tehát itt ez a folyamat, amikor én ugye elkezdem lenyomni a dugattyút, az két fő részből áll. Először még ez a szelep nincsen nyitva, csak arról szól a történet, hogy ez a dugattyú mozog lefelé. A kezdetben légköri nyomású hengerben a légnyomás elkezd nőni, és amikor itt a légnyomás meghaladja a pumpálandó tartályban lévő légnyomást, akkor nyit ki ez a szelep, és akkor onnantól kezdve, ha tovább nyomjuk a dugattyút, akkor már az itt lévő levegőnek egy részét sikerül a belenyomni ugye a fölpumpálandó térfogatba. Akkor jól értelmezem, akkor ezek szerint, hogy elkezdi az ember pumpálni, minden egyes pumpálással ugyanabba a térfogatra egyre kevesebb és kevesebbet tud belenyomni. Ez így igaz, mert hiszen ugye itt egyre nagyobb a nyomás, egyre később fog kinyílni ez a szelep, és egyre kevesebb részarányban jut be a gáz, anyagmennyisége ebbe a térbe. Most, hogyha megpróbáljuk ezt is a rendeget... Már megint a PV-diagram. Már megint, hát nem figyelj, mert az ember fizika tanár, akkor muszáj ezzel előhozakodni. Fizika tanár PV-diagram nélkül nem az. Nem az. Szóval. Jó, pontosan. Igen. Előhozakodjak vele? Hozzakodj. Jó, tehát mindaddig, amíg ugye csak összenyomjuk a gázt, és ez a szelep még zárva van, tehát amíg csak arról szól a történet, hogy összetoljuk, összesűrítsük a gázt itt ebben a térfogatban. Innen indulunk. Innen indulunk, egy V0 térfogató és légköri nyomású pontból. És eljutunk. Hát egy helye közel izoterm folyamattal eljutunk ebbe a pontba. Az abban a pillanatban, amikor a nyomás itt meghaladja a pumpálandó tartálynyomását, kinyit, akkor ez már egy térfogatnak számít, és feltételezzük, hogy elég nagy térfogató ez a tartály, akkor egy jó közelítéssel izobár folyamat során elkezd
elkezd beáramlani a gáz ebbe a tartályba, és a végén pedig eljutunk ebbe a legkisebb térfogató állapotba, és utána kezdjük újra a ciklust. És akkor utána ugyaninnen indulunk, csak mindig följebb és mindig följebb. Mindig följebb és följebb. Készítettem volna egy olyan ábrát is, ahol ez egyre följebb és följebb jut. Én egy másik diagramot készítettem. Ez szerintem itt többet mutat. Többet mutat? Ez szerintem némi igen. Némi számolást végeztem arra vonatkozóan, hogy egy ciklusban mennyivel nő, delta P-vel jelöltem, mennyivel nő a nyomás a tartályban. És minden egyes pumpálás útján valamennyi levegő ide bekerül, és szép fokozatosan minden egyes pumpálást követően nő a nyomás, ugye itt a függőleges tengelyen a nyomást láthatjuk, vízszintes tengelyre próbáltam ábrázolni azt, hogy hányadik pumpálásnál tartunk. És akkor ez a görbe tulajdonképpen sugalmaz nekünk valamit. Mégpedig az, hogy egy megadott nyomásnál nagyobbat nem fogunk tudni csinálni. Ez látjuk, hogy egy telítődő görbe, ugye az elején, amikor még nem tudom, hogy SAP nevezett ilyen evezős deszkát pumpáltál-e már. Hát nem. Borzasztóan nehéz, még jó, hogy ahhoz egy speciális kéthengeres pumpát szoktak mellékelni, nem véletlenül, az is megérne egy podcastot. Az elején még az ember könnyen pumpál, és úgy szépen hízik a SAP deszka. Ugye ott vagyunk ebben a lineáris tartományban, aztán amikor elkezd keményedni, és elkezd nőni a nyomás, relatíve mindig egyre kevesebb anyagmennyiséget vagyunk képesek bejuttatni a tartályba, és ez egy ilyen telítődő görbe lesz. A telítődés valahol ott következik be, amikor ugye gyakorlatilag a dugattyú legalsó pontja környékén kezd már csak kinyitni ez a szelep. Ugye a kompresszióból, amit mondjuk, hát most legyen 1:10 arányú, vagy valamilyen megfelelő arányú, szerintem biztos, hogy több, de a dolog lényege, hogy ebből a kompresszióval a légköri nyomás és ezen kompresszió arányból határozható meg ez a telítődő nyomás. Tehát egy ilyen... Szerintem nézzük meg. Nézzük meg szerintem, hogyha még nem néztük, akkor vessünk rá egy pillantást. Az a helyzet, hogy tudod, amikor ezt az első kísérletet elvégeztem, akkor... Ugye, ha valaki megszámolja, hogy összesen 4 darab asztalos szorító van benne, és ez a 4 darab asztalos szorító, ez már úgy meg tudja tartani az eszkát. Amikor először mutattam be ezt a kísérletet, nyilvánosan akkor ezzel a szorítóval mutattam, és a szorító kezdetben vadonatúj volt, már úgy értem, hogy az alakját érdemes megnézni. Ugye akkora erők jönnek itt elő, hogy gyakorlatilag ezt a szorítót így elcsavart. Tehát én azóta is a szertáramban őrzöm, és hát gyakorlatilag ilyenkor jön elő az, ha az ember nem számol, akkor ilyen meglepetés. Nagyon meglepetés. Különösen az, hogy ugye amikor a kinetikus gázmodellről tanulunk, akkor mindig azt mondjuk, hogy picin kis molekulák kopognak a doboz falán, és amiatt van a lényomás. Sokunk disznógyőz, nem? Ugye? Igen. Tehát, hogy, hogy kicsi kis molekulák kopognak ennek a PET-palacnak a falán, és az képes egy deszkát eltörni, vagy éppen ezt a szorítót elforgatni, az azért valami. Hát Tamásom, én azt gondolom, hogy elmondtuk, amit el akartuk mondani, és én attól félek, hogy ezt azok fogják elsősorban élvezni ezt a műsort, akik szeretnek számolni. Akik csak a durranás, csattanás, puffanás tetszik, azoknak nem tetszett ez. Te hogy látod ezt? Hát, kicsit dekadens, amit mondom, de sajnos a rohanó világunk ilyen. Én annak örülnék, ha esetleg ezt megcáfolnák. Én is azt gondolom, hogy a durranás, pukkanás az egy nagyon érdekes dolog, de azért, ami mögötte van, az talán még érdekesebb. Amikor én... az általános iskolában máig emlékszem, hogy az volt fölírva a fizikateremben a tábla fölé, hogy megfigyelés, kísérlet, mérés és számolás nélkül nincs természetkutató munka. Hát megfigyelés, kísérlet volt januárban, és most pedig mérés és számolással foglalkoztunk a mai napon. Annyira jót mondtál, hogy szerintem itt fejezzük be. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek meg köszönjük, hogy velünk tartottak, és akkor jövőre. Már január végén nem itt, az F29 tanteremben kísérletek, amelyeket látni kell.